Bajnoki címre törő csapatok csatájával folytatódott a Pest megyei első osztályú labdarúgó bajnokság, amelyben a 14. fordulót rendezték a hétvégén. A tabella harmadik helyén tanyázó, jelentős átalakulásokon átesett DMTK, a listavezető Vecséshez látogatott. A haraszti kapuját Palásti őrizte, a védelemben Szalai, Récsági, Gulyás és Pesti kapott helyet. A jobb oldalon Smola, bal szélen Kun játszott, míg középen Tóth Ferenc és Búrán szervezte a játékot. A csatársorban a Tóth György, Simon Attila páros kezdett. A hazaiak a bajnoki tabella élén töltötték a hosszúra nyúlt téli szünetet, amely során leigazolták az ősszel még Dunavarsányon játszó, de korábban a Dunaharasztit is megjárt Patkó Györgyöt. Második percben már is veszélybe került a DMTK kapuja, amikor Tárkányi robogott egy hosszú indításra, és a játékvezető szerint kézzel tette maga elé a 16-oson kívülre rontó Palásti labdáját. A hatodik percben ismét vecsési helyzet, a jobb oldali szögletet Nádasi helyette mellé. Bő negyed óra után szép játékkal jött előre Haraszti. Kun robogott el a bal szélen és ívelt középre, de a beadásra érkező Tóth György számára egy hajszányival magas volt a labda, így erősen kapu fölé ment a fejes, de legalább éledezni látszott a vendégegyüttes. Fél órát követően ismét jobb oldali szöglet, azonban most a DMTK részéről. Kun a beívelés helyett Gulyással játszott össze, és a visszaérkező labdával a 16-oson belülre vette az irányt, majd egy cselt követően kapura próbált tüzelni, ám ez a helyzet is fölé ment. A második játékrész első nagyobb lehetősége megint egy Kun szögletből adódott, aki most a beívelést választotta, és labdáját Pesti bólintotta a kapu mellé. Az 59. percben Patkó tört Palást irányába két védő között, de kapusunk hárított, majd Szalai kétszer is remekül segítette ki a hálóört. Húsz perccel a rendes játékidő vége előtt Patkó ívelt Bogáti elé a 16-oson belülre, ahol a 62. percben beállt Szántóval ütközött, és a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-eshez maga sértett át oda, de az idegek csatáját Palásti bírta jobban, és remek mozdulattal kiütötte a labdát. A mérkőzés végéhez közeledve egyre inkább vérszemet kapott a Haraszti, és a 92. percben a győzelembe vetett hit meg is hozta az eredményét. Újabb kunszöblet után Tóth György fejelte a labdát Komora kezére, amely a fejét érintve Simon elé pattant, akinek nem volt nehéz dolga, és a hálóba passzolt. Óriási érzelmek szabadultak fel, és ezzel együtt néhány idegszál is elpattant. A mérkőzés egész alatt érezhető volt a feszültség, ami érthető is, hiszen egy hazai siker nagy lépést jelentett volna a bajnoki cím felé a Vecsésnek, hiszen 10 pontra növelhette volna előnyét a DMTK-val szemben. A vendéggyőzelemmel viszont a Dunaharaszti újra nyíltá tehette a bajnokságot. A ráadás parázsjeleneteit a játékvezető mindössze két sárgalappal értékelte, majd a megítélt szabadrúgás után lefújta a mérkőzést, amely után a két vezetőedző, valamint az egyetlen gól szerzője, Simon Attila értékelt. Gratulálok a csapatomnak, hazai pályán nagyon jó teljesítményt nyújtott. Az előzményeket figyelembe véve nagyon egységesek voltunk, és a szívünk is a helyén volt. Harasztinak gratulálok ehhez a három ponthoz. Azt gondolom, hogy ők is tettek érte, tehát az látszik, hogy egy komoly szervezett csapatról van szó. A mérkőzésben jobban belegondolunk, azért nekünk többször volt mérkőzéslabdánk. Mai nap ez nem jött ki. Azt gondolom, lez is zárhattuk volna a mérkőzést. Nem voltunk elég pontosak.
Viszont a Harasztinak ez egy nagy előnye, hogy végig hittek ebbe a pontszerzésbe, és a pontrugásra itt az utolsó percekben úgy mentek oda, hogy győzelmi esélyük van, és be is húzták. Ez remélem, hogy végig repíti őket, és remélem, mi nem maradunk le annyira, hogy majd hazai pályán fújjuk ki az orrukat. Jó? Köszönöm. Nagyon nehéz mérkőzés volt, megmondom őszintén, erre is számítottunk, sőt az egész szezonban erre számítunk. Gratulálok a srácoknak. Az az igazság, hogy ebben a mérkőzésben remélem minden olyan benne volt, amiről itt az elmúlt napokban, hetekben beszélgettünk a felkészülés alatt. Át kell, hogy szakadjon egy gát a srácokba, és én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés erre jó volt. Én gratulálok egyébként a Vecsésnek, mert jó futballt játszottak. Talán egy icipicit többet tettünk annak érdekében, hogy nyerjünk. Ugye 11-est hárítottunk, volt 3-4 olyan lehetősége a Vecsésnek, amiben gólt szerezhetett volna. Sajnos mi annyira nem voltunk hatékonyak elő, de ma a küzdeni akarás és a csapatszellem hozta meg végül is a győzelmet. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy így az első mérkőzésen sikerült nyernünk. Hú, hát először is azt gondolom, hogy gratulálnom kell mindkét csapatnak, mert egy nagyon küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. Le a kalappal a Vecsés előtt is, nagyon kellemes meglepetés volt abban a szempontból, hogy keményen odarakták magukat, és jól is játszottak, több periódusban fölénk is tudtak kerekedni, őszintén megmondva. Nyilván sok szerencsénk volt, gondolok a kiadott 11-esre, kiadott helyzeteik voltak, mi nekünk azért kevesebb kidolgozott helyzet volt, de nagyon örülök, hogy ez a rengeteg befektetett munka, ami az elmúlt másfél hónapban mögöttünk van, ez az első lépcsőfokot, ezzel meg tudtuk lépni, és abszolváltuk ezt a mérkőzést. Nagyon nehéz út elé nézünk, ezt már azért realizáltuk most ezen a meccsen, de bízok a csapatban, hogy ez nyilván, ahogy majd tálnak a mérkőzések, egyre gördülékenyebb lesz, de mondom még egyszer, gratulálok a Becsisnek is, rendkívül jó csapatbenyomását keltették, hál' Istennek el tudtuk vinni a pontot. Azt mondom, hogy még helye közel megérdemelten is. Nyilván, ha a számszerű helyzeteket nézzük, akkor azért azt gondolom, ha reálisan nézve ő nekik több volt, de hát nyilván ezeket értékesíteni is kell, tehát így azt mondom, hogy örülünk és megérdemelten elvisszük 3 pontot.